Jó reggelt kívánok, gyertek! Na hát, sziasztok! Ma egy ilyen egésznapos videót tervezünk felvenni nektek. Reggel 8 óra van, a kardion már túl vagyok. Azt is fel akartuk venni, csak a videós kollega elkésett. Úgyhogy most onnantól fogjuk fölvenni a napomat, hogy igazából az első étkezést megeszem. A kardió után szoktam csinálni egy gyors formacsekkolást, és hát 8.30-ra meg már jönnek az edzettek, úgyhogy ezt most villámgyorsan megcsináljuk, és rohanunk le edzést tartani. Az első étkezésemben nincs szénhidrát, hanem csak hal. Szóval szombat óta én nem ettem egyáltalán diétásan. Ezt majd valamelyik videóban, illetve ebbe a videóban majd el is fogom mondani részletesen, hogy miket ettem, mert én mindig mindent fölírok a telefonba, tök mindegy, hogy mit eszem. Szóval amikor ilyen csalóétkezések vannak, azt is próbálom így kalóriára, meg tápanyagtartalomra kiszámítva lejegyzetelni, hogy azért tudjam nagyjából, hogy mit eszem. Szóval ez ilyen hirtelen jött ötlet volt, hogy csináljunk ilyen egésznapos videót, és álljunk vissza a diétára, mert alapvetően úgy voltam vele, hogy ha összejön nekem ez az álom, hogy a profi kártyát sikerül elérnem, akkor én jó időre nyugdíjba vonulok, ameddig nyilván sikerül azt a plusz izomtömeget fölpakolni, amivel már a profik között, ugye az én magasságom, hogy egy 4-5 kilóval lehetek majd nehezebb labdába rugok, meg egyébként is az élet más területeire fogok most fókuszálni. A testépítés lesz az első, de most egy ilyen videósorozat keretén belül visszatérek egy időre a diétás étrendre, és bemutatjuk, hogy étkeztem a felkészülés során, mert én közben nem akartam ezzel foglalkozni, én teljesen mértékben a felkészülésre koncentráltam, és nem volt időm, hogy ilyen videókkal bohózkodjak közben, de most már van. Úgyhogy alapvetően én minden reggel hétre megyek le kardiózni, előtte a vitaminokat beveszem. Szóval én minden reggel a vitaminokkal kezdek. Reggel éjgyomorra a zöldtea kivonatot szoktam mindig. Ugye ez pörgeti az anyagcserét, illetve enyhe vízhajtó hatása is van. Ebből 4-5 darabot szoktam reggel éjgyomorra a kardió előtt bevenni. Ugye ezen már túl vagyunk. Ezen kívül L-karnitin, szintén a vitát rendes, illetve a glutamin. Köcsöbb nem tudom, mit keres itt most. Ugye ebből szoktam még bevenni. Mondjuk ebből most kardió után is bevehetünk egy adagot. Citromos víz reggel az alap. Itt a napi haladagép olvad, azt is később meg fogjuk főzni, illetve edzés előtt után rizs marha. Ugye amikor diéta van, akkor alapvetően csak edzés előtt utánra próbálom szétosztani a napi szénhidrát mennyiséget, nem vagyok egy nagy szénhidrát függő. De most úgy éreztem, mivel nagyobb volt az izomtömeg egy 3-4 kilóval, mint az előző szezonban, ezért nagyobb szénhidrát mennyiségre is volt szükségem, úgyhogy ezt az edzés előtt utáni szénhidrát bevitelt, ezt igazából csak az utolsó, hát egy ilyen 3-4 hétbe kellett alkalmazni, egyébként pedig reggeltől konkrétan lefekvés előtt közvetlenig még volt szénhidrát. Jó, még a reggelim elfogyasztása előtt szoktam csinálni egy formacsekkolást.
ez az én kis tükröm, amiben ezt szoktam gyakorolgatni. Csak lehúzom a redőnyt, hogy legyen fény. Jó, előző nap este egyébként a rizst megfőztem. Ez itt 500 g rizs. Hát, ez amikor elkezdtem ugye csökkentgetni a szénhidrátot, ez akkor volt egy két napi adag, napi 250 g. Úgyhogy ezzel se lesz már gond, ezt se kell megcsinálni, majd a marhát még kisütjük, meg a halat hozzá, és akkor kész a napi kaja. Szóval még a reggeli előtt itt szoktam gyakorolni a pózolást, vagy lent a terembe, de most épp itt fogom. Gyorsan átszállodok a pózokon minden reggel, hogy azért rögzüljön. Azt nagyon sajnálom egyébként, hogy a szabad pózom nem adhattam elő a Fit Parádén, mert ugye rekordszámú induló volt, és muszáj volt pörgetni a versenyt, mert arra nagyon nagy hangsúlyt fektettem, és az nagyon jól össze lett rakva. Elég sokat félre kajáltam, de a csíkok nagyjából azért látszanak. Itt vagyunk a terembe. Jó reggelt kívánok! Na, akkor kicsit csúszásban vagyunk, akkor tök jól önállóan már elkezdik a kardiót. Úgyhogy van, hogy még ameddig kardióznak, addig fejezem be a reggelit. Hol járunk a kardióba? 4-5 pedig. Miért? Kikésett? Eliza késő? Na, kész vagyunk a 8.30-as turnussal. Alapvetően 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, így vannak beosztva a délelőtti órák.
utána van 2 óra szünet, amikor általában elmegyek elintézni a dolgokat, vagy nyilván eszek is, mert közben is szoktam enni. Most ugye nem volt időm megenni a reggeli halat se. Ezt egyébként most még ajándékba kaptam az egyik edzettemtől, így gratulációként a versenyre, meg egy ilyen kis táblát is, ez teljesen én vagyok. Ez nagyon találó volt tőle. Úgyhogy most menjünk föl, és mivel a ma délelőtti emberek átrakták estére, illetve délutára az edzéseket, illetve én is átraktam, hogy le tudjuk forgatni kényelmesen ezt a videót ma, ezért most fogom az edzés előtti étkezést elfogyasztani, utána lesz majd nekem egy edzés, ez lesz az első edzésem a verseny óta, és utána az edzés utáni étkezés, és jön a délutáni turnus. Még abból is fölveszünk egy kicsit, úgyhogy nagyjából ennyi lesz a mai terv. Úgyhogy most megyünk föl főzni. Egyébként ugye 50 négyzetméter körülbelül az edzőterem, ami itt be van rendezve, és azt tudni kell, hogy körülbelül 200 négyzetméterre való eszközpark van bent. Ugye még ott a garázs előtt is van egy állócombhajlítógép, az is egy nagyon masszív Atlas combhajlítógép. Itt van még pluszba egy súlytartó állvány, ezt is most csináltattam. Itt van még egy erőkeret, ott van még egy combfeszítő, combhajlítógépen pluszba, egy hátlehúzógép. Szóval még azon túl is, ami ott fönt és bent van összesúvasztva 200 négyzetméterrel való cucc, még azon túl is itt még van kint pár eszköz, amit gyűjtögetek. Testépítő, aki maga rendeli az összes kajáját, nem is főz, érted? Nincs ideje biztos. Hát jó, nincs ideje, de szerintem az azért elég luxus. Főleg ezeknél a kajáknál, amiket mi eszünk, érted? Hát igen. Nem azért dolgozok, hogy mindenemet erre elköltsem, érted? Persze. Itt vannak a elért eredményeim nagy része, de őt külön tárolom, őt nagyobb becsben tartom, mert ő a legemlékezetesebb. Edzés előtt után marha. A fűszereket szoktam használni. És fehér bors. Ez dobozt. Cuki, nem? Első osztályú marhadarákhús. Ezt is az egyik edzettemtől vásárolom. Hipermarketekben nem szoktam húst venni, nagyon ritka, mert az edzetjeim az egyik szárnyas tud hozni, a másik marhát tud hozni, a halat pedig nagy kerből rendelem.
Ez amazonas chili, ez kicsit lightosabb, csípős ízzel rendelkezik, mint a piros verzió. Ebből mehet bátrabban. Fehér bors. És amit én még mindenbe rakok, petrezselyem. Pedig ez elég sovány marhahús, szóval nem olyan, mint mit tudom én, amit megveszel a, vagy megeszel egy étteremben a rált hús, ez sovány marha, szóval a zsírtartalom az elég nulla zéró. Direkt úgy kérem, hogy tényleg szedjenek le róla minden dzsúvát, és ennek az ízélménye azért mást ad, mint ugye egy ilyen hagyományosnak. A napi kajám diétában, ha mindent ugye egy alkalommal csinálok meg, akkor maximum egy ilyen 40 perc. Tömegelésnél kicsit több, de ilyenkor diétában, amikor igazából van két adag marhám, a többi az hal, a halat azt általában a sütőpapíron beküldöm a sütőbe, 200 fokon légkeverésesen egy 10-15 perc alatt megsül, úgyhogy azzal sincs hosszú munka. A rizs pedig szintén egy negyed óra alatt megvan, úgyhogy ezek nem olyan sok időt igénylő cuccok. Úgyhogy mindenkinek lenne rá igazából ideje, aki akarja, csak ugye a kifogás az mindig erősebb. Valami sügérfilé talán, vagy valami ilyesmi. A másik a tilápia. Ugye a tilápiát szeretem én a legjobban. Csak azért, hogy legyen valami változatosság, azért szoktam ezt a bőrös ilyen filé. Most nem jut eszembe. Ezt meg van egy olyan, hogy Victoria tavi fogasfilé. Néha ezzel szoktam csak így kicsit változatosabbá tenni a halfogyasztásomat, mert alapvetően meg nagyon szeretem a tilápiát. A testépítő legjobb barátja a mérleg. Mindig mérem, hogy miből mennyit. Ugye ezt már kitapasztaltam, hogy 500 g marhából lesz 400 g kisütve. A rizsből is 200 g főtt rizs, az körülbelül 60 g száraz rizs, ami 50 g szénhidrát jelent. Úgyhogy ez most 239, 126. Jó, ez így maradhat. Erre még rádobjuk a marhát, és akkor ez lesz az étkezés. Edzés előtt és után van egy ilyen étkezés, illetve a nap többi részében pedig hát alapvetően csak hal, zöldség. Most mivel ugye 3 napig elég csúnya bűnözés volt, azért ez most így is lesz a mai nap, de alapvetően meg majd vissza fogok menni azért kicsit magasabb szénhidrátra, így, hogy fölöslegesen ne gyötörjem magam, mert egy hétköznapi diétába elég, hogyha mit tudom én, csak tényleg a, hogy mondjam, a napi szemetet kizárom,
de a szénhidrát attól független lehet, és kell is, hogy azért magas legyen. És ebből még egy 200 gramm. Jó, látszik is, hogy egyébként körülbelül a fele, de ezt már egy párszor kitapasztaltam, hogy 500 g marhából 400 g lesz kisülve. Jó, azt én akkor kicsit összedúrantom. Oké. Az étkezésekhez mindig megy a saláta. Jó, ez ilyen almaecetes vízbe van beáztatva. Ezt szoktam enni hozzá, úgyhogy ez lesz az étkezés. Ja, meg hogy... Miért ilyen kanállal eszel? Tovább tart. Legyünk már pedig egyszerűen elrögtem magam. Én mindent ezzel a kanállal eszek. Diétában. Mert a diét az nekem hatalmas büntetés. Szóval aki tud enni és jó evő, mint én is, azt tudni kell, hogy én rengeteget eszem, hogyha nincs diéta, meg verseny, felkészülés, szóval imádok enni. És tényleg ez vált be a legjobban, hogy kiskanál, lassan eszünk, hogy addig is teljen az idő, mint hogyha telekajáltam volna magam, mert nekem ezek az adagok, ezek ilyen baba adagok. Szóval, hogyha tényleg annyit ennék, amennyi jól esik, akkor kb. Ekkora tálba lenne ez a vagyis, hogy ekkora mennyiségben lenne ugyanez. Csak ugye nem ehetek annyit. Mindig ilyen petrezselymet használok. Van még ilyen is, de az csak főzés közben. De amikor így frissen a kajára kell rászólni, akkor mindig ezt a fajtát használom. Ennek annyira jó jellegzetes illata, meg íze is van. Teljesen feldobja a kaját. Hát igen. Na, hát ez elfogyott, jól nem laktunk, de a diéta nem is a jól lakottság érzéséről szól. Úgyhogy Peri barátom egyébként nemrég végezte el a masszőriskolát. Ő az egyik edzőtársam, Gergő mellett, ő szokott segíteni nekem az edzésekben. Ma vele fogok edzeni, és arra gondoltunk, hogy edzés előtt kicsit átgyurogatja az edzésen leterhelni kívánt izomzatokat, úgyhogy... Hát, leginkább felső test. Hát egy ilyen mellkar napot tervezünk, és akkor így a felső test izmain átmegyünk. Uh-huh.